Alig értek az önkormányzatok a koronavírussal járó kihívások végére, már is nyakukon a következő. Ezt a közelgő energiaválságot mintha csak megérezte volna Nyírbogát önkormányzata, ugyanis tavasszal a közvilágítás korszerűsítésével kezdődtek a fejlesztések. A hagyományos lámpatesteket felváltották a modern LED-izzók. Ezek az új lámpatestek dimmerelhetők, és ezáltal az erőssége a fényforrásnak a világítás során délután 5 órától reggel 6 óráig változik a fényforrás erőssége, 10 órától hajnalig már csak 50%-os a megvilágítás erőssége. Ezt mára nagyon tudjuk értékelni, hiszen eljutottunk arra a pontra, amikor a közvilágításunk szinte megfizethetetlen lenne számunkra. Ma a közvilágításnak a térítési díja, ez közel 30%-os az előző évi számláinknak. Ez Nyírbogát életében sokat jelent, hiszen a közvilágítás lenne az utolsó, amihez településünk önkormányzata hozzányúlna. A stabil közvilágítás a térfigyelő kamerarendszer hatékonyságát is növeli. Az iskolában a felújítás óta már geotermikus, megújuló energiát használnak a fűtéshez, az intézmények többségénél részben vagy teljesen fatüzelés biztosítja a meleget. Ez alól a bölcsöde és a védőnői szolgálata kivétel, itt még gázt használnak. A 2022-es év okozta nehézségek ellenére a közösségek sokszor tudtak együtt ünnepelni, például a várossá válás első évfordulóját. De számos más fejlesztés is adott okot ünneplésre. Ilyen volt a polgármesteri hivatal mögött augusztusban átadott új játszótér, amelyet 5 millió forintból építettek meg. Vagy a városon átvezető főút mellett kiépített kerékpárút. A 2,5 kilométer hosszú 595 millió forintos fejlesztéssel egy forgalmas szakaszon vált biztonságosabbá a közlekedés. Ráadásul ez része a komplex 60 kilométeres hálózatnak. Novemberben egy agrárlogisztikai központot is átadtak a városban, amelyben a térségben megtermelt zöldségeket és gyümölcsöket fogják tudni tárolni és válogatni. A fejlődés pedig 2023-ban is folytatódik, hiszen a Top Plus-ban már számos pályázati forrást elnyertek. Ilyen nagyobb beruházásunk lenne az óvoda újjáépítése. Az óvodánk az egyedüli olyan intézmény, ami felújításra, megújításra vár. Tovább szeretnénk folytatni a csapadékvízelvezetésnek a felújítását, hiszen azt tapasztaljuk, hogy az időjárás kiszámíthatatlan. Ha esik az eső, olyan mennyiségben zúdul le, amit ha nem újítjuk fel a csapadékvízelvezető rendszereinket, akkor az ott lévő ingatlanok kerülnek veszélybe. Utakat szeretnénk továbbra is felújítani, hiszen az útjaink azok az évek során elhasználódtak, és szeretnénk parkokat kiépíteni, szeretnénk egy szoborparkot létesíteni. Ennek a szoborparknak már a Bogát vezér szobrára sikeresen pályázgattunk a szószoros értelemben. Reményeink szerint kora nyár elejére ez felállításra is kerül. Nagy hangsúlyt fektetnek majd az ipari park adta lehetőségekre. A Top Plus-ban pályáztak egy inkubátorházra, amely segítheti a helyi feltörekvő vállalkozásokat, és tovább növelheti a helyben foglalkoztatás arányát is.